azt mondom fehér, én azt mondom piros, én azt mondom lehet, én azt mondom tilos, fehér, piros, lehet, tilos, mindig csak ellen, azt mondom spenót, ő azt mondja parány, én azt mondom idén, én azt mondom tavaly, idén, tavaly, parany, spenót, mindig csak ellen, mond. Látom, hogy nevet, és tudom, hogy szeret. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Szerintem így volt, így lesz. Bár meddig tart és fogsz, ő nem csak ellen van. És látom, hogy nevet. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Nem, szeret, így volt, így lesz. A bár meddig tart és van, azért csak ellen van. Azért csak ellen van. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művész Bejáró. A mai vendégem egy csodálatos hangú énekesnő, Fehér Adrien, Emerton díjas, és egyébként hamarosan, nem sokára, november 27-én találkozhatnak vele, hiszen jubileumi koncerted lesz. Igen, egy fájdalmas jubileum. Nem én akartam kimondani, mondd ki te. Azt szerettem volna, hogy az legyen a címe, hogy az 50 az új 30. Mint? Mert ez a két szám most nagyon erősen itt lebeg, az 50 az az éveim száma, ugye nem látszik? Nem, de hogy? A 30 pedig a színházi szakmában eltöltött éveimnek tehát a száma. Tehát óviskorod óta játszol. Tehát végül is a pályán 30 éve vagyok. De ha nagyon meggondolom, akkor végül is 7 éves korom óta, tehát még több, de konkrétan 1993-ban a Grease című musical-el, az ikonikus debütáltál. Frenchy szereppel debütáltam, és azóta is tulajdonképpen töretlen, amennyire csak lehet töretlenül, de haladok. Először is beszéljünk arról, hogy a jubileumi koncerted ugye hol lesz látható, mennyi vendéged lesz. Azért valljuk be, hogy a színház és a könnyűzenei világból azért elég híres, neves művészek fognak fellépni. Veled együtt, ha igen, vállalod. Igen, kérdés volt. Tehát úgy indult az egész, hogy van nekem egy nagyon kedves barátnőm, aki már a vendéged is volt, Szűcs Kinga, aki Brüsszelben él ugyan, de erős kapcsolatot tart a magyar közélettel is, meg ő is színésznő és énekesnő, és neki van egy triója Brüsszelben, jazzt játszanak, és nyáron volt egy koncertjük, amire elmentem, és felhívott a színpadra, és jaj, de jó, ezt folytassuk. Tehát tulajdonképpen ez az ő koncertjüknek indult, aztán rájöttünk, hogy annyira nehéz összeszedni a barátainkat már, tehát annyira felgyorsult a világ, hogy nem tudjuk utolérni egymást. Egy estére mindenkit is. Így van. És akkor ezért is egy hétfői november 27-i időpontot tűztünk ki a Margit szigeten. Másrészt azért, mert... Ez a Kristálytér, ugye? Így van, Kristályszintér, ami egy friss dolog, tehát ez még szerintem folyik a bejáratása, és egy fantasztikus nagy terem. Meg csomó kicsi, tehát abszolút koncertekre való. És akkor végig gondoltam, hogy kik azok az emberek, akik így első körben eszembe jutnak, hogy mérvadóak voltak a pályámon. Uh-huh. És hát az öcsémmel kezdődött az igen. Én pályám valójában, amikor még konzis voltam. És van egy
másik zongorista partnerem, hát Fehér Gábor ugye ez a Cotton Club Singers tagja, de ő marha jó zongorázik is. Tehát te a Fehér Klánnak vagy az egyik tagja, a könnyű zenei élet szerves részei. Fehér Klán, én vagyok a fő. Főnök. A keresztanya. Így van, tehát három öcsém van, tehát valóban majdnem mindegy zenész. És aztán Neumann Balázs társult még hozzám, aki sok-sok éve a Cserháti műsoraimnak a zongoristája. És Keresztes Ildi, aki szintén a Cserháti ügyben van ott. Vannak nagyon régi barátok, például Tunyagi Bernadett, akivel osztálytársak voltunk a Magyar Rádió gyermekkórusában. Tehát az öcsém után ő a közelebb, és ő is fellép ezen az esten. Így van. Détár Enci a Turaida Színház és a Madács Színház kapcsán jött az életembe. Aztán Brunner Márti szintén nagyon régő, még a fehérvári időszakból. Csonk Andrást is láttam, ugye? Igen, Csonk András, ő is a Hát ő meg mindenki Grész szerves része, tehát ebben a szakmában. És hát Jónás Andi, aki szintén keresztanya, mint a Szűcs Kinga a családomban, a gyermekeim, nem tudom amelyiké, de a keresztanya. És akkor vele meg tulajdonképpen 20 éves a pályafutásunk. Tehát egyébként duettek lesznek, vagy szólél, de meg tudom, hogy elmondtad, de hát a saját születésnapomon is dolgozni fogok ezek igen, szerint. Bepróbálok minél kevesebbet énekelni, hogy egyébként természetesen duettek mit hallhatnak is, majd tőled a rajongóid? Mindenféle műfajból, tehát ami szerepelt valaha az életemben, a musical után a jazz mindenképpen, mivel hogy ez egy jazz formáció. Testvéremmel is jazz természetesen, lesz rock is, ugyanis most következik egy Tina Turner koncert, ami nem november 5-én. Hiszen azért neked a Tina Turner, ugye Cserháti dalok mellett azért nagyon nagy hatással volt az életed, de mert magát Tina Turnert is ugye megformálod a Turaida Színházban. Elég régóta nagy sikerrel. Így van, az 2018-tól ment, és szerintem az Ildivel vagy Cserhátit, vagy Tina Turnert. Még azért mozog a műsor, hiszen még több mint egy hónapunk van. Szóval, hogy valami ilyesmi műsorra számítunk, és persze arra is számítok, hogy majd a Grease régi barátaim. Uh-huh. Jubileumi koncert lesz az is. Tehát ez egy ilyen Mikulás csomag, hogy többfajta koncertet kaphatnak az emberek egyben. Igen, és rock, pop, musical, jazz. Azért elég sok az előadó művészi világban lévő igazán húzós nevek jönnek a te koncertedre. Azért azt akkor el lehet mondani, hogy a Fehér Adriennel való közreműködés azért, vagy egy együtt éneklés, együtt játszás azért, az mégiscsak valahol szerintem egy egész magas polcon van. Hát nagyon örülök, ha így látod. Tehát az Emerton díjat semmi osztogatnak, csak úgy. Most már nem tudom, hogy milyen szakmáról beszélünk. Tehát nekem az talán szerencsém, és kicsit szerencsétlenség is, hogy annyi szegmensben vagyok benne, tehát ahogy mondjuk az Oltári Csajok sorozatban voltam, vagy ahogy vokáloztam nagyon-nagyon sok mindenki mögött, ahogy a színházi pályam, tehát annyira szerteágazó vagy. Szerteágazó, hogy lehet, hogy ez nem is áll össze talán a fejekbe. Aha. Ráadásul nekem ez a bulváros vonal, ez elég tudatosan, vagy amennyire csak tudtam, kimaradt. Igen. Egyébként pont tényleg te vagy azon kevés igazából előadó művészek, énekesnők közül Magyarországon, hogyha azt mondom bárhol, legyen az a könnyű zene, legyen az a színház, hogy Fehér Adrián, akkor Úristen az Adri, hát az milyen tehetséges, és hogy mindenki ismeri a nevedet, és akárhova mész fellépni, azért nagyon sok követőd és rajongód van, és a könnyű zenei élet A kategóriában lévő énekesei is bármikor szívesen csatlakoznak hozzá, de mindezt úgy, hogy igazából a kereskedelmi csatornák vagy a bulvár az szinte 100%-osan elkerült, vagy szándékosan elkerült. Igen, hát sajnos néha azért sikerült egy-két balhéval, de két vertél meg teljesen mikor, de saját hatáskörömön kívül volt, és utána én ezt egyszerűen nem tudom elviselni, tehát ez vagy egyfajta alkalmatlanság, tehát én ezt belátom a mai világban.
De te nagyon jó példa vagy arra, hogy, mai világban nem szeretnék, hogy enélkül is lehet valakire jegyet venni. Hát azért nem könnyű. Állandóan újra és újra, szóval ez szerintem van egy ilyen sáv, és nem csak én tartozom ide, például Jónás Andi is. Tényleg, hát a világszínvonalon énekel az Andi. Hogy elképesztő énekesnő, és valahogy mi nem tartozunk abba zsákba, uh-huh. ha már itt a Mikulásról volt szó. És ez szerintem jó. Bármennyire is nehezebb talán, talán hosszabb távú. Vagy úgy, hogy nem egy percig van, vagy nem egy nagyjából egy idő után az kipörök, hogy ki mögött áll valamilyen erő, vagy valami nem saját jogán létező erő. De egyébként biztos, hogy így van, hogy visznek a hátán, és az A kategóriához azért hozzásorom, hogy A kategória felett állt, ugye azért Cserháti Zsuzsa, aki ugye kvázi te rád úgy nézett, mint egyfajta utódra, és akkor neked nagyon személyes kötődésed is így volt van. Hozzá. És ez fontosabb belül megélni ezt a személyes kötődést. Mint hogy ezzel haknizál életed végén. Utasítottam vissza, és aztán pont egyébként a Turai adta meg azt a lehetőséget, hogy más nyelven szólaljak meg erről, mint a bulvár nyelve, hanem színházi keretek között, az azért egy egészen más idézőjel, és innentől kezdve az pedig 2016 volt, tehát uh-huh. 13 évvel a halála után voltam már úgy kész arra, hogy akkor jó, akkor beszéljünk róla, mert ez mégiscsak egy olyan vállalás, és egy olyan pozitív teher, és valami, amivel kezdeni kell valamit, és vinni. És hát aztán tulajdonképpen ez kinőtte magát most már egy nagy koncertes turnéra, és ez egyébként Topolcsányi Laura írta azt a darabot, és Szurdi Miki rendezte, és ez már olyan szinten az életem része, és a mai napig úgy játszom, hogy döbbenetes csöndekkel. Mert ugye kis koncert részben azért hogy szerepel egy-két monológ a színházi előadásból kiragadva, és szóval ez nem csak egy olyan koncert, hogy most következik a következő dal, meg azért más, hogy te mondjuk úgy interpretálsz egy szöveget, vagy egy jelenetet, vagy egy momentumot az életéből, hogy te az utolsó másodperceig követted őt, és az utolsó másodperceig téged beengedett, ha jól tudom, a saját magánéletébe, és te tényleg az összes fájdalmát és boldogságát, és magát személyesen, amit ugye azért valljuk be, azért szerintem a 99,9% a magyar lakosságnak, sőt a magyar művészvilágnak nem tudott róla. És más hitele van a te szádból, bármit is hallani tőle, vagy bármilyen elhangzott mondatát hallani, vagy azt, hogy mondjuk én hogy képzelek el egy Cserháti dalt a színpadon. Hát igen, remélem, hogy ez így van, de közben ugye a világnak ez az értékválsága, amiben most éppen részt veszünk, az ugye ezeket az igényeket és értékeket kicsit aláássa. Tehát Aha. ma már tényleg nem tudjuk, hogy ki mond igazat és ki milyen nem. módon. Aha. Szóval azért ehhez kell egy bizalom nyilván. Volt például, ezt hadd kérdezem már meg, Andri, hogy például volt olyan, hogy olvastál valamit a Zsuzsáról, leírtak valamit a Cserháti Zsuzsáról, és te pontosan tudtad, hogy persze, ez biztos, hát hogy nem egy volt millió így. Ilyen. Uh-huh. És nem, az nem tudja megítélni valóban. És hogy is tudhatná uh-huh. a többi sok millió ember, hogy ez hogy volt valójában. Tehát azért ez nehéz a mai világban valahogy úgy igazat találni. Egyébként például a testvéreiddel ti követitek egymást, ugye, mert a Fehér Balázs is ugye a testvéred, ugye? Márhogy a Facebookon? Nem úgy, hanem hogy a munkásságotokat. Vagy követjük egymást karrierét, hát természetesen. Aha. Ugye Balázs, ő a Carbon Fools együttesnek az énekese volt, ők ugye féltestvéreink, meg az Andris a legkisebb. A Gábor, ő édestestvérem, ez természetesen nem csak együtt indult, a gyerekkorunk az oké, de a pályánk is a konziban, aztán neki ugye lett a Cartoon Club Singers, nekem meg a színház. De természetesen követtük, és hát a kicsiket is nézzük, a legkisebb pszichológus lett, tehát majd ő rendet csinál köztünk. Aha. Azt akartam mondani, hogy akkor majd az idősebb testvéreket majd ő rendbe teszi. Igen. De egyébként olyan furcsa tényleg, hogy három különböző műfajban, de azért mégis a zene, és mind a hárman sztárok lettetek a saját műfajotokon belül. Hát ráadásul ez például nagyon kevesen tudják, hogy a Gáborral nekünk volt egy akár Singers, ugye szünetelt sok-sok évig, és akkor volt egy közös együttesünk, akikkel
Például Grazban nyertünk világversenyt, Tajvanon egy turnéban is nyertünk egy világversenyt, és van egy lemezünk, ami Kim Nazariannal készült a New York Voices énekesnőjével. Tehát ez tulajdonképpen világsiker, tehát ezt ismerik, számon tartják a szakmában világ és többi, a határon kívül. Többi részen. Tehát ez egyébként a Covid-nál állt meg ez a dolog, és mivel ugye a két kislánya született Gábornak, nagyon picik, tehát egy éves a kisebbik, szóval most az így szünetel, ráadásul most újra a Catherine Cup Singers egyre többet játszik. Igen, láttam, hogy most újra fölálltak, és most ugye másodvirágzásukat élik. Tehát az, hogy az, mondjuk így nehéz egyébként, hogy most már 4-5-en voltak ugye tagváltások, és, de azért mégiscsak az eredeti művészekkel járnak, és azt újra egyeztetni, mondjuk már az is csoda. Úgyhogy most ezzel így szépen el van, majd elkerül. Tehát ez lifelong lehetőség, mert tehát ez bárhány évesen lehet. Végül is most jön majd a Manhattan Transfer ide egy hónap múlva. Tehát ők is már azért 60-70. Hát figyelj, addig meg az ember kiáll, van egy mikrofon, és van hanga, meg fül. A szakmai tudást. Nézzek a Tom Jones-t is. Az, amiben nem lehet megöregedni, a szakmai tudást. És pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy aki már azért ennyi szegmensét ugye a színpadnak kipróbálta, akár a színház, akár a rock, a könnyű zene, jazz, mindenben voltál, hogy van még olyan, amit még nem próbáltál ki, de mondjuk szívesen, vagy egyébként te választasz még új utakat magadnak? Ez nagyon jó kérdés. Mert tudom, hogy tanítasz is például. Igen, a Covid alatt lett ez a tanítás ilyen erős. Tehát mivel én karvezetőként végeztem a konzervatóriumban, a gyerekeim születésekor gondoltam azt, hogy most van idő. Most nem hajt a karrier. Most megcsinálom az egyetemi verzióját, és soha nem gondoltam volna, hogy én ezt a diplomát fogom használni. Uh-huh. Viszont a Covid rákényszerített tulajdonképpen. És azóta most három ember életét élem, tehát egy az, aki itt ül, egy az, aki éppen órát tart, és a harmadik, aki fölmegy a színpadra, és másnap reggel 8-kor ott van, és zenetörténetet tanít. Tehát ez valahogy annyira tetszett, hogy nem igazán akartam elengedni, természetesen nem a anyagi okok miatt, hanem egyszerűen azért, mert nagyon hiányzott ez a része, hogy a zenével foglalkozni úgy igazán. Tehát a szolfés része. Egyre jobban beleveted magad a zene, az összhangzattal és a hát tulajdonképpen azzal, hogy tanítom, eleve az agyam folyamatosan kordában van tartva. Hát szövegtanulással is persze, de ez egy másfajta agyi szegmens talán, és egyre biztonságosabb a terep természetesen, mert végül is a diplomám az 2010-ben történt, tehát amikor 21-ben jött ez a lehetőség, hát az azért 10 év eltelt, hogy én ezt most hogy fogom csinálni? Most megint tanulni, hogy egyetem, hogy csináljam, hisz sose tanítottam. Füzetet venni kell, csókoló füzetet. Így van, szóval, hogy egy félelem volt, és aztán egyre jobban hiányzik, például amikor mondjuk olyan napokon, amikor nem csinálok semmit, akkor jó, akkor fölkészülök erre a téma, erről olvasok még egy könyvet, szóval, hogy... Tehát folyamatosan fejleszted hát igen, magad. Szóval, még mindig. Ez egy fontos láb lett. Ennyi év után is. Igen. És most az SZF-én is tartok például a zenés órát. Akkor ott is lehet vele. Tehát akár merre megyünk, azért valahogy valamilyen utómódon, vagy vokálozol egy előadásba hátul valahol egy felvételen, vagy korrepetálsz, vagy fellépsz. Nincs talán olyan. Hát nyilván amire alkalmatlan vagyok, olyan szegmensek vannak. Mint például az operett, amit sose tudtam, és sose csináltam. Ez nagyon nem az alkat vagyok. De szerintem sose várták tőled, vagy annyi mindent csinálsz, és amit... Egyszer majdnem, de nem visszautasítottam. Egyszer majdnem egy tercig. Egyébként Fehérváron volt egy ilyen, hogy a Bálaszavajban ból volt egy nyári ilyen összeválogatott dalok, és akkor ott az volt a... Ott kellett, na látod. És ott kellett két folyamatos átérekelni, és akkor arra kellett egy énektanárt hozni, és akkor kigyúrni, és akkor, tehát majdnem meghaltam. egyébként, hogy látod ezt a mai, pont ugye, aki él, amiről beszélgettünk, hogy a sztárságnak és a művészetnek egyfajta útját választottad, és ezt te nagyon tudatosan csinálod, hogy például te
Hogy éled meg azt, hogy a kereskedelmi televíziók tömkelegével ugye jönnek ki a tehetségkutató versenyek, és azért valljuk be, tényleg vannak hihetetlen tehetséges emberek, hihetetlenül tehetséges emberek, fiatalok, középkorúak, idősek, és vannak kevésbé, és tudod, hogy ez 3 percig tart a figyelem, és aztán a 3 perc után elengedik a kezüket. Tehát te, aki azért ebben most már 30 éve vagy a könnyűzenei pályán, hihet tudom, hogy nagyon sok ugye mindenkit láttál fölemelkedni és elbukni. Például, hogyha hozzád fordul valaki, hogy ő szeretne jelentkezni, és ő szeretne a könnyűzenei pályán, te milyen, tehát, hogy milyen válaszokat adsz neki? Először döbben csönddel válaszolok, aztán az az első gondolatom, hogy szegény Zsuzsa, ha ezt megérte volna, tehát ez állandóan, tehát ugye 2003-ban volt az első ilyen tehetségkutató, és persze a tehetséget kell kutatni, csak ez már egy kereskedelmi világ, és ott van a szó. Tehát innentől kezdve nincs is mit magyarázni, hogy ez már rég nem arról szól, amiért mi színészek lettünk, vagy énekesek lettünk. Igen. És innentől kezdve nem is nagyon tudok mit mondani, mert semmelyik mondatom nem áll meg. Uh-huh. Én igazából, ami mondat megáll, az az, hogy tanuld meg a szakmát. Uh-huh. De azt nem a tévében lehet. Uh-huh. Tehát azt máshol nem lehet 3 másodperc alatt lehet. És aki olyan kitartó, és akinek ez bele van írva a tenyerébe, az ott lesz. Aha. Akármit is változik a világ, de már szerintem, hát itt 50 éves vagyok, tehát nem tudom, hogy most hol tart a világ. Aha. Igazán. Szerintem most ez... Tehát ez olyan gyors változás már, ha csak a gyerekkorunkra gondolunk, hogy se mobiltelefon nem volt, semmi. Hétfőn nem volt műsor a tévében. Az igaz, igen. Tehát, hogy az egy akkora változás, és innen még jobban gyorsul. Tehát hát meg tudod, Adri, hogy nekünk én nem hiszem, hogy statisztálással kellett kezdeni egy színházba. Tehát hogy lehet, hogy egyik, mit tudom, kapta egy főszerepet, de utána másnap ugyanúgy be kellett állni a tánckarban, be kellett állni ott statisztálni, hát az idősebbek mögé. És most meg 3 másodperc hogy... alatt megismerhet egy ország, de nem csak a kereskedelmi tévékből, hanem... De aztán hanem 4 másodperc alatt meg elfelejt. Tehát, hogy... És ez a pszichés felelősség, igen. Hogy akkor ő hogy legyen? Hát mindig azt mondtam, hogy az idegrendszerünket kell valahogy óvni, hogy, de hát ez is alkat. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem, erre nincs igazán adekvált válasz. Tehát, hogyha hozzáfordul egy fiatal, akár tanárként, akár mentorként, akkor te nyersen elmondod, hogy ezt is igen, ezt gondolom. Igen, ha valaki zenével akar foglalkozni, az meg kell tanulni, az egy szakma. Tehát nyilván a kotta ismeret, az, tehát, de ahogy a középkortól van. Tehát. Igen, van ez, akkor ez itt. De egyébként most térjünk egy kicsit vissza arra, hogy akkor november 27-én hol és mikor láthatnak téged, és kik lesznek a vendégeid? Szóval a Kristály szintérben, ez egyébként a Margit híd felüli része, a Hajós Alfréd uszoda után van, egy nagy terem, lesz az 50. születésnapom, ami egy koncert keretén belül fog a tetőfokára hágni, hogy így mondjam. És csomó vendégem van, és remélem, hogy nem felejtem el őket. Jónás Andi, Neumann Balázs, Fehér Gábor, a testvérem. Keresztes Ildi, Détár Enikő, Brunner Mártit mondtam már. Igen. Csonka András, és Tunyagi Bernadett. Eddig, lehet, hogy még csatlakoznak egy párra. És ugye? Lehet, még az is, messze van még. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ő még csak 49 vagyok. Én biztos ott leszek. Nagyon remélem. Biztos ott leszek, és tombolni fogok neked meg a többieknek is, és Isten éltessen, Adri, így előre is. És azért még, és a következő 50-et is légy szíves, ide gyere interjúra. Jó, oké. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőnk, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!